Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc fontos eseményei nem kizárólag Budán és Pesten zajlottak, hanem a vidéki helyszínek is kiemelt jelentőséggel bírtak. Debrecen ebben az időszakban az ország tényleges fővárosává lépett elő, így a szabadságharc központjává vált. Számos történelmi jelentőségű személy köthető Debrecenhez, akiknek cselekedetei nagy mértékben befolyásolták az osztrák elnyomás megszüntetésére tett kísérletet. A legfontosabb momentum mindenképpen Kossuth Lajoshoz kapcsolódik, aki a református nagytemplom szószékén jelentette ki a hitszegő Habsburg lotharingiai házat Isten és a világ előtt trónvesztetnek nyilvánítjuk. Hirdette ezzel a dinasztia trónfosztását és Magyarország függetlenségét.